38. Telekom Vivi Csita elhozta az igazi futó tavaszt a Margit szigetre, ahol a két nap 10 távjára összesen közel 20 000-en húztak futócipőt a szombati fesztiváltávok, illetve a vasárnapi félmaraton és 10 kilométer kedvéért. A legnépesebb mezőny a vasárnap 9 órakor induló félmaratonra gyűlt össze. Az egyéni, a páros és a trió futói több mint 5 500-en indultak neki, hogy Budapest legszebb részein teljesítsék a 21 kilométert. 920 magyarországi település mellett 83 ország 1300 vendégfutója is gyönyörködhetett a magyar főváros világörökségi helyszíneiben. Gyönyörű Budapest, itt futni ezeken a helyeken, annyira jól ki van találva, olyan nagyon harmonikusan érzi az embert. Én mindig így város nézek közbe, szóval, hogy nem egy ilyen szenvedés, hanem tényleg egy ilyen feltöltő futásról van szó. A hangulat, a társaság, már igazából a befutó idő annyira nem érdekel, fut az ember egy jót. Az utolsó 100 méter a legjobb, de előtte le kell futni a 21 kilométer, azért a 100 méterért. Tegnap 3 generációs futást tartottunk, 3 éves unokám, 6 éves unokám, az edzőnk, meg csekélységem a 940 métert, ma meg a félmaratont. Őt már csak ketten, mert a piciknek sok lett volna. Ez a hangulat, ez csodálatos. Nagyon jó volt, én évek óta nem indultam versenyen, úgyhogy alig vártam, hogy futhassak egyet. Nagyon jó volt. Jók voltak a szurkolók, mindig nagyon jó a hangulat. 10 éve futottunk először Vivi Csitát, és utána megfutottunk még 2013-ban egy maratont, és később egy ultrát is, de az mindegy, és kimaradt 10 év, 2 gyerek, és így hozta az élet, és most itt vagyunk. És megcsináltuk! Nekem a 17 kilométerig örömfutás volt, és utána már küzdöttem. 10 éve befizetett a félmaratonra, közölte, hogy 2 hét múlva futunk egy félmaraton, akkor lefutottuk, futottunk még egy maratont, utána, ahogy neki is, 2 gyerek, 10 év, és most visszatértünk, és újra nyomjuk. És 42 évesen egy 42-t szeretnék futni idén, a maraton. Megyek veled, muszáj! Délután 1 órakor rajtolt a Telekom Vivi Csita klasszikusnak számító távja a 10 kilométer, amelyen közel 3 000-en indultak. Köztük néhányan már előtte teljesítették a félmaratont, vagy éppen az előző napi távok valamelyikét. Tegnap 7 kilométert futottunk, és akkor anyukám nézte a neten, hogy van ma 10 kilométer, és akkor kipróbáltam, mivel ez az első. Jó volt, de fárasztó is. Én lettem a kísérő, a papi fut, az anyuka meg drukkol. Annak idején a lányommal futottunk itten 12 kilométereket, meg ilyeneket. Azt úgy gondolták, hogy akkor most ővel is le tudom futni simán. Hát tegnap lefutottuk a 7-et, ma meg a 10-et. 7 kilométerre szerettem volna menni a szombati napon, de az egyetemen órán volt, úgyhogy kénytelen voltam eljönni a 10-esre, de egyáltalán nem váltam meg, mert nagyon jó volt. Én imádom ezt az érzést, ezt a tömegsport rendezvényt, ahol rengetegen futunk, jól érezzük magunkat, jó esetben jó célért is futunk, és szuper az, amikor futok a városon keresztül, minden piros lámpán keresztül mehetek, mert az most csak a miénk, a város ilyenkor csak a miénk.